Egy amerikai mondás szerint, ha az élet citromot ad, akkor csinálj belőle limonádét. Nos, a citrom az idén az időjárás volt. Kérdés, hogy a borászok, illetve ti tudtatok-e ebből limonádét csinálni? Az új bor kóstolása alatt már bizonyíthatott, de természetesen a pincében is kóstolva az új borokat, én úgy gondolom, hogy azt, amit ebből az évjáratból ki lehetett hozni, az sikerült. Az évjáratnak az előnyeit mindig észre kell venni, és hát a 2010-es évjáratban inkább egy könnyedebb, jól iható, gyümölcsös, ropogós borokat kell készíteni, ez van az évjáratban. Probléma akkor lenne, hogyha ebből egy nagy barik Cabernet Sauvignon-t szeretnénk készíteni. Erre nincs lehetőség az idén. Túl vagytok már a szüreten, hol tartanak az új borok? Túl vagyunk a szüreten. Tegnapi nap sikerült az utolsó tételt, egy házlevelűt behoznunk, ami nagyon szépen aszusodott, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk. A Cabernet-eket igazából múlt hét szombaton befejeztük, a Cabernet fajtákat. Milyen új borokkal jelentek meg a piacon? A piacon egy új borunk fog megjelenni, már ami évek óta így van. Ez egy portugízer új bor, és a pincészetnél lehet kóstolni a november hónapban egy rozét, ami egy portugízer rozé, és egy tramini, ami csak a pincészetnél kóstolható, nem megvásárolható tétel. Az évjárat eltolódásnak köszönhetően azonban nem csak új borokról beszélhetünk az idén, hanem újonnan palackozott korábbi évjáratokról is. Lesz nagyon sok új bor, ami forgalomba fog kerülni, tehát nálunk a pincészetnél a prémium borokból most a 2007-es évjárat fog lassan forgalomba kerülni. Hát elsőként biztos, hogy a csúcsborunk, az Aureus küvé fog megjelenni, ami szerintem december 1-ével indulni fog a kereskedelmi forgalomba, aminek nagyon örülünk, és úgy gondolom, hogy beigazolódott az, hogy a hetes boroknak azért kellett egy kis idő. Frissen is már nagyon szépen bizonyítottak, de az igazi értékek, az elegancia az mostanra kezd kialakulni ezekben a borokban. Persze hatalmas potenciál van még a hetes évjáratban, de célunk az, hogy egy harmonikus, elegáns bor kerüljön a fogyasztókhoz, ehhez pedig most jött el majd az idő csak. Persze már az elmúlt fél évben is számtalan újdonsággal, különlegességgel lukolt elő a Gerepince. Május 1-ével indult a páratlan küvének az értékesítése, amivel igazából a fogyasztók talán most jött el az az idő, amikor találkozhattak. Ez egy új küvénk, ami a sima villányi küvénket váltja fel, és hogyha már a 11 néhány éves pályafutása után ezt a bort, tehát nem megszüntettük, hanem aktualizáltuk igazából, és hogyha aktualizálásról van szó, akkor már jelenleg egy új fajta választékkal, új fajta összeházasítást vettünk alapul, ami egy döntően egy kékfrankos alap, és ehhez jön egy kis Merlot, egy kis Pinot Noir, egy kis Cabernet Sauvignon és egy kis portugízer, és így egy könnyed, ropogósabb, folyamatosan változó bort tudtunk palackozni. Ha már a híreknél, újdonságoknál tartunk, akkor érdemes megemlíteni, hogy a családi vállalkozás irányításában, szerkezetében is történt átalakulás. Ez egy folyamatos változás. Igazából a nővérem és én vesztük át az irányítást egyre jobban, ami nem azért történik, mert esetleg szüleim nem jó végezték a dolgokat, sőt, örülünk neki, hogy egész mostanáig támogattak minket, és a pincészetnél dolgoznak és tevékenykednek. 24 órás szolgálatotba ők már nem szeretnének részt venni, a háttérben mindig is ott lesznek, ezért mi egy picit intenzívebben kezdünk dolgozni a cégvezetésben is.